Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, az országgyűlési képviselők javadalmazásáról is szó esik, és önök ezt egy olyan időkorlát közé szeretnék szorítani, amelyben azt gondolom, hogy érdemben nem eshet szó arról a politikusi álláshalmozásról, amely sajnos megmérgezi az országgyűlés munkáját is. Tudom, hogy nagyon sok érdeket sért, ebből is látszik, hogy már megint mekkora felhördülések vannak, de azért mégsem normális az, hogy egy országgyűlési képviselő több helyről vehet föl főállású fizetést. És ami ennél nagyobb baj és nagyobb társadalmi igazságtalanság, hogy nem is látják el a munkájukat értelemszerűen, sőt, most már azt is korlátozni kívánják, hogy az önök hétfői munkavégzésén túl bárki más itt érdemi munkát végezhessen, azaz kifejthesse a gondolatait. Ez az időkeret arra is kevés, hogy az önök álláshalmozó képviselői akár személyenként egy percben elmondják, hogy ők hogyan képzelik összeegyeztetni a polgármesteri és az országgyűlési képviselői munkát. Én azt gondolom, hogy ennek a gyakorlatnak véget kell vetni. Szeretnénk beszélni, és ez az időkeret sajnos arra is kevés, hogy érdemben kifejtessük, hogy miért lenne szükséges megszüntetni a képviselők végkielégítésének a rendszerét, hiszen önök meg szeretnék ezt tartani 3 hónap esetén, holott alapesetben nem jár semmilyen határozott idejű, tehát akár 4 éves munkaszerződés esetén végkielégítés. Ezt gyakorlatilag megtartanák mégiscsak még a 3 hónapra korlátozva is. Ez azt gondolom méltánytalan, a Jobbik programjában ezzel szemben az áll, és emellett szeretnénk hosszabban érvelni, hogy vagyonosodási vizsgálatra lenne inkább szükség a ciklusok végén minden országgyűlési képviselővel szemben, hiszen a korrupció olyan szinten elburjánzott. Tisztelt képviselőtársak, én megértem, hogy önök elképesztő emberfeletti teljesítményről tettek tanúbizonyságot, amikor több főállást is egyszerre be tudnak tölteni, de ha már ekkora szupermenek önök, akkor kérem, hogy bírják ki azt a néhány órányi vitát, főleg úgy, hogy nem is kötelesek bejönni, és rendszerint nem is vesznek részt ezeken a vitákon. Rendszerint a 260-valahány kormánypárti képviselőből 10%-uk sincs jelen ezeken a vitákon. Én azt gondolom, hogy nem méltó, hogy ezek után korlátozzák a mi hozzászólásaink időtartamát. Köszönöm figyelmet!